Csókolom, Télapó bácsi. Eszter vagyok, másodikos. A Roland, aki mellettem ül, ő mondta, hogy nincs is Télapó. Azt csak a felnőttek találták ki. De én ezt nem hiszem. Mondtam is a Rolandnak, aki meg erre azt mondta, hogy buta vagyok, és meghúzta a hajamat. Én meg azt mondtam, hogy te vagy a buta, és kicsit sírtam. Anyukámat is kérdeztem, hogy akkor most ez hogy van, hogy tényleg nincs-e Télapó. Azt mondta, hogy írjak a Télapónak, szóval magának levelet, és akkor majd meglátjuk, hogy van-e vagy nincs. Anyukám nagyon okos, ezt a dolgot is jó kitalálta, úgyhogy most írok. Anyukámat nagyon szeretem, nagyon jó barátnők vagyunk. Főleg amióta az apu Németországban dolgozik. Valami svájci frank miatt kellett neki, azt hiszem, ott dolgozni. Azt mondták az anyujék, hogy jó pár évig még így lesz, de aztán majd végleg hazajön, és akkor már mindig együtt leszünk. Apu azt mondta, hogy addig is vigyázzak az anyura. Persze megígértem neki, de én akkor is vigyáznék az anyura, ha nem ígértem volna meg. Az anyuval nagyon össze kell tartanunk. Azt mondja az anyu, hogy én tartom ő benne a lelket. Amikor apu visszamegy Németországba. Csak leülünk a kanapéra, én átölelem az anyut, és már látom rajta, hogy mindjárt elkezd sírni. Én próbálom vigasztalni, ahogy az apu szokta mondani, hogy jaj, ne csacsiskodj már, anyuci, jaj, ne. De amikor elkezd sírni az anyu, akkor már én se tudom visszatartani, és akkor együtt sírunk. De nem mindig vagyunk szomorúak. Van, amikor én festhetem ki az anyu körmét, na az nagyon vicces, vagy elmegyünk biciklizni, vagy a Facebookon, ilyen vidám dolgokat küldözgetünk egymásnak, és jókat nevetünk rajta. Együtt szoktunk a boltban vásárolni is, és néha kirúgunk a hámból, így mondja az anyu, és elmegyünk cukrászdába. Bár az anyu csak ilyen diétás sütit szokott tenni, mert mindig attól fél, hogy meghízik. Pedig nem. Hát jó, nem olyan nagyon-nagyon vékony az anyu, az igaz, de attól még nagyon szép. Az apu is mindig mondja neki. Sokkal jobb lenne, ha az apu itthon dolgozna, mert akkor nem kellene nekünk anyuval szomorkodni. De az nagyon jó, amikor az apu hazajön. Mindig számoljuk az anyuval a napokat, és amikor eljön az az idő, akkor kimegyünk az utca végére, és onnan várjuk, hogy mikor érkezik már meg végre a kocsijuk. És azok az esték mindig nagyon vidámak. Én is fent maradhatok tovább, mert akkor mindig nagy bulit csapunk az apu, az anyu, meg én. Kedves Télapó bácsi! Remélem fog válaszolni, és akkor kiderül, hogy tényleg van Télapó. És akkor meg fogom mutatni a Rolandnak is, hogy na, akkor ki is a buta. De hogyha válaszolni tetszik nekem, akkor esetleg nem lehetne, hogy valami édességet is küldjön? Bár az anyu azt mondta, hogy kilukad a fogam, ha sok édességet eszek. Bezeg az unokatesómnak mindig vesz édességet az anyu, ha megyünk hozzájuk. Pedig az unokatesómat is szereti az anyu. Most meg már meg is fogom kérdezni az anyutól, hogy akkor hogy is van ez, mindig csak az én fogaimra veszi, és az az édesség? Kedves Télapó bácsi, nagyon várom a levelét. Csókolom, Eszter. Megint elfáradt a nagy világ, a vágyak most alhatnak egy éjszakát, a fény helyét most a csend veszi át, álmos vagy látom hát jó. De vannak, akik nem tudják, hol alszanak, éhesek, fáznak és szomorúak, ezért úgy aludj el, hogy ígérd meg nekem, holnaptól értük is valamit teszel, bújhát be gyorsan a pokróc alá, legyél nyugodt, én vigyázok rád.
tudod, nincs minden rendben még itt a földön, de mi azért vagyunk, hogy minden rendbe jöjjön, mert vannak, akik nem tudják, hol alszanak, éhesek, fáznak és szomorúak, ezért úgy aludj el, hogy ígérd meg nekem, holnaptól értünk is valamit teszel. A sötét az úr, de reggelre újra az ég lesz az úr. Hunyd le a szemed, és legyél nyugodt, ami csak akarod, mindig melletted vagyok. De vannak, akik nem tudják, hol alszanak, éhesek, fáznak és szomorúak, ezért úgy aludj el, hogy ígérd meg nekem, holnaptól ér.